Épp jó napot kívánok mindenkinek, hello, hello, sziasztok! Szia Zozó, szia Pepe, szia Petyus, szia Bruti, szia Máté, szia Vitamin, sziasztok, sziasztok! Köszönöm szépen, Máté! Nos, ahogy ígértem, itt vagyok. Harmincöt ilyen tokent kell szereznem. Érdekes. Érdekes. Ti tudjátok, hogy működik ez a most meghirdetett fütyi-fütyi? Ez a gyönyörű event. Nekem ma nagyon megy a játék, 6K végisebzésem. Igaz, nyerni nem tudtam még. Szia rapper, hello, hello. Igen, a magyarosításban segítek neked szívesen. Vagy szia HP. Igen, megbeszéltük, hogy HP. Bocsánat. Emlékszel, amikor letetted a votot? Persze. Xbox Game Pass. Jó. Szóval, ugye, amint... Na, hogy-hogy. Leszettem, találtam egy mappát, igen. Oda be kell másolni, csak arra kell figyelni, hogy a kiterjesztésnek ugyanolyannak kell lenni. Igen. Be kell lépni a játékba, és át kell ölteni magyarra. És úgy meg tudod csinálni. Az érdekes, mert én úgy szoktam csinálni, hogy belépek a Steambe. Nem tudom, hogy az Xbox Game Passnál van-e ilyen. De megnézem, hogy hova van telepítve azon keresztül. Ugye megmutatja az egészet. És ugye azt kell keresni, ami nekem ki van írva. Tehát konkrétan az előtte lévő odáig, hogy Steam, Steam Apps, come on, az tök mindegy. De meg kell keresnem a SnowRunner-t, utána belépek a preload-ba, utána belépek a Pax-ba, belépek a klientre, és ide írom át. Szia Levi, hello, hello. Na, hát nagyjából neked ezt kell megtalálnod, hogy hol van ott a SnowRunner, és ott a preload-ot. Csak Pax van. És oda van belehányva. Figyelj, azt tudom, hogy a Steamen, illetve az Epic-en működik. És a Epic-nél azt tudom, hogy a kiterjesztést át kell írni olyanra, mint az ottani kiterjesztés. De hogy Xbox Game Passon hogy működik, mind működik, nem tudom. Szia Kelly, hello, hello. Végre láthatlak Steam stream közben. Mi történt Kelly? Mindig csak a visszajátszás jutott, vagy mi történt? Nem tudok neked többet segíteni, HP, mert fingom sincs. Igazából nem használom, és olyannal szoktam foglalkozni, hogy olyanra tudok fix választ adni, amit tapasztalok. Én minden tapasztalatból gyűjtök össze. Na de Máté, mi történik? Miért hagyod abba a botot? Na, remélem működni fog, HP. Ha nem, akkor próbált elkapni Misut. Misu 76. Ő írta át, hát ha tud neked segíteni. Ugye Rex Center találta nekünk ezt az egészet, Misu pedig frissítette. Kb. Igen, semmire sincs időm. Na, sok a meló kell. Igazából ez nem mindig hátrány. Jó, szórakozás pihenés szempontjából igen, de azt jelenti, hogy halad az életed, még zajlik. Remélem jól. Mert azért ez csinálhat rosszul, de miért, mi történik Matemotó? Olyan helyre költözöl, ahol nem lesz internet? Vagy olyan leszel, mint Geszti Péter? Mindent a csúcson hagy abba? Na, bocsánat.
Na mindegy, valahogy rájövök, hogy kell ilyen tokeneket gyűjteni. És kész. Viszont azon is gondolkodtam, hogy most elvileg fejlesztési fa kedvezmények vannak, vagy voltak? Vagy nincs? Na mindegy. Az E50-et vissza akarom majd venni, az E50-emet. Kíváncsi vagyok, hogy milyen lehet. Na, kérjetek tankot. Fent vagyok Discordon. Mit kell még? Meló miatt? Ha van kedv, akkor megjátszom. Na. Akkor jut egy kis kikapcsolódásra és idő. Annak örülök. Hát figyelj, Kelly, igazából én már nem csak botot tolok, hanem farmingot, snowrunnert, Icarust pluszba. Úgyhogy nem költözök szel, csak nem motivál a játék, és nem hagy játszani. Twitchre nincs idő. YouTube-ra fel vannak téve az adások, Kelly. Hallod? Fent vannak a YouTube-on az adások, tudsz csemmegizni belőlük. Bármikor visszanézheted, pont ezért. Van némi késés, mert ugye azt ígértem, hogy minden 25. órában fent lesz, mert rohadtul nem tartom. Elnézést kérek mindenkitől, de kb. Ez van. Nem tudok rajta változtatni, igyekszem tolni felfele úgy, ahogy eszembe jut, meg időm engedi. Ugye ez az időm engedi, ez nagyjából az, hogy amikor már azt mondom, hogy nem érdekel, és megyek aludni. Szoktál nézni? Na, köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Akkor már legalább tudom, hogy a három nézőből te vagy az egyik. Ott azt vettem észre, hogy igazából csak át van küldve, és nincsenek nevek adva az adásnak, ez egy hiba. Kicsit azzal is foglalkoznom kellene. De a votos tartalmakat az gyakrabban nézik az emberek, az végig. Figyelj, ugyanolyan rusnya vagyok. Élőben is. Visszajátszásban is. Sok minden nem változik. Meg az van a visszajátszásban, minél előbben is történt. De most örülök, hogy itt vagy. De gyere, Máté, beszélgessünk akkor. Mondd mi ez a nem motivál a játék, mivel fogsz játszani. Mi az, hogy nem hagy? Mi az, hogy nem hagy játszani? Mert ezt így nagyon nem értem. Jó, nagyjából sejtem. Sejtem, de szerintem ugyanabban a cipőben vagy, mint én. Vagy én voltam. Érted, hogy... hogy is mondjam. Fent vagy a csúcson, de te még meg akarsz mászni három csúcsot vele. Ami meg... szerintem egy baromság. Élvezni kell a játékot. Tehát volt, elhiszem, hogy PvP alapú, ugye játékos játszik játékos ellen, le kell győzni a másikat, meg neked kell a legjobbnak lenni, és a többi, de ez a játék már kezd oda menni, hogy szia Szandokám, hogy lehető legrövidebb idő alatt a lehető legtöbb mindent tudja elérni. Szia Dávid, lesz akár ez egy kis pénz befektetéssel is akár, de szórakoztass magad. Hello, hello. Halló, halló. Na mi ez a nem vagyok motiválva? Mi van, nem elég a 20 000 VL8? Már 40 000 kell? Vagy mi történt, Máté? Nem, csak játszogattam a napokban, aztán igazából tök érdekes megnézni, hogy vagyok egy csatában. Csinálom, ami tőlem legjobban telik. Aztán jön a jóskapista gyerek, és így megöl, és így minek vagyok jó játékos. Tegnap is mentem egy tök jó csatát, kezdtem a streamet, tök jól indul, úristen, 4000-et lövök, 8-as tankot, tök jó minden. Maradék 10 csatával, mert csak arra mentem, hogy ne nullázzak. És ez így nem erről szól a játék, vagy nekem nem erről kéne szóljon a játék. Szia Gyurkó. Hát nagyjából akkor az van, amit sejtek. Ugyanaz, ami nálad volt. De... ahelyett, hogy abba hagyod a játékot. Mi lenne, ha megtanulnád újra élvezni?
Figyelj, múltkor kezdve reggel streameltem. Ja, akkor Józsi. Mivel játszottam? Mivel? Type-öttel. És mondj egy tippet, szerinted jó vagy rossz köröket mentem. Jó köröket mentél. Nagyon jó köröket mentem vele. Tegnap is bementem két csatára, mind a kétszer én jó voltam. De mind a kettővel kikaptunk. Mert sajnos nem de... tudok azonosulni a csapattársakkal soha. Egyik csatában sem. Oké, de akkor felteszem a kérdést. Mi van, hogy miért nem nézed az apró örömöket? Nézem. Tehát nem az kell, hogy te lőj a legtöbbet, te öld a legtöbbet, te hozd le a meccset, meg még nyerjetek is, hanem mondd azt, hogy igen, én megcsináltam ebbe a csatában mindent, amit kell. Tehát most is kaptam az Artitól 3.93-at. Jó, az első kör, itt még nyugodtan veszem, a hatodiknál már lehet, hogy agyvérzést kaptam volna, érted, hogy a... Hogy már én megint. Én most elkezdtem Hoton TP-vel játszani, hogy csak poénból semmi célkitűzésem nincs, hogy 3 gammark semmi, hogy 6000 átlagsebzés semmi. Egy célkitűzés van, egy vagy két óra alatt csinálom meg az 5 győzelmet, hogy a field modok miatt. A negyedik lúzt játszom egymás után. Szerinted mennyire vagyok motivált? És olyan sebzéseim vannak, hogy 6000, 6000, 5000, 4000. Tehát aha, nem én miattam kapunk. Szia Józsi, hello, hello, szia woman. Figyelj már, azt még nem vetted észre, hogy amikor szar csatákat mész, akkor jönnek a win rétek? Amikor meg jó csatákat mész, akkor konkrétan el van bukva az egész? Azt mondod, jobban járok a farmingolok? Az a baj, hogy rövid adások vannak ma is, és ott meg nem tudok farmingolni, woman. Na tényleg, woman, mi lett a meló helyen? Az lehetett volna az én spotom is. Tehát kész, egyszerűen szarni kell Máté az egészre, tudod? Az a baj, jó, hogy... csak amit mondtál te, hogy meg kell találni az apró örömeket. Itt vagyok most. Senki ne vegye magára, meg ezt beszélték, és nem kell nézni. De ha itt vagyok, egy olyan szintű klánba játszok, mint ahol játszok. Itt vagyok 10.000 perszer rating, itt vagyok sok VL8, most ez nem menőzés. Akkor miért kell olyan meccseket mennem, mint a Jóska Pista óvodás gyereknek? Akkor kéne tudnom valamit villantani, nem? Itt vagyok 40.000 csatával, akkor valami tapasztalt, valami, hogy többet játszik a másiknál. Nem. Ugyanúgy játszok, mint egy 1008-as akárki. Na, akkor ez oké. Miért vagyok jó? Nem vagyok jó. És na, ez pusztult a legjobban. Nem. Hogy nem vagyok nem. jó. Miért nem, nem vagyok jó? Nem azért. Mert elfelejtesz valamit. Elfelejtesz valamit, Máté. Nem a játék nem engedi. Hanem van, amit nem tudsz irányítani. Érted? Tehát van, amit nem tudsz irányítani, és hogyha te mind a mellett azt akarod, hogy minden meccsedet meg akarod nyerni, érted, vagy kerizni akarsz, vagy valami, nem fogsz tudni. Tehát azt kell nézni, hogy ebbe a szituáció, igen, én megcsináltam azt, amit meg kellett. Vagy elszartam. Szia csula, érted? Ha azt de mondod, én igen, elismerem a hibámat, igen, meg azt igen. is hogyha jól játszok. Azt nyilván nem tudom irányítani a vírétet, csak tudod, amikor 10 csatából egyet nyersz, az nálam nem a... Az nem a... Hogy is mondjam? Nem tudom. Az nálam a semmi. Tehát, hogy az úgy nem létezik nálam. Tudom, én is így én voltam. Én értem, nem lehet 100%-ig V-rate-re menni, nem lehet mindig 80%-os a V-rate-re. Full elismerem, oké, rendben. De, hogy hónapok óta az 50%-ig V-rate-ért küzdök, az egy kicsit szomorú. Úgy, hogy vannak játékosok, nem emel ki senkit, semmit nem tesznek hozzá a csatához, és jobb a vírétjük. Nekik miért jobb? Ők mivel csinálnak többet a csatában, mint én? Semmit, mert nem ezen múlik a vírét. A vírét az a helyzet, hogy... Hogy is mondjam, számokkal próbálunk kifejezni valamit, de nincs az, hogy milyen körülmények között kell azt elérned, érted? Nem látja senki. Igen, Rachel, ez megint függ attól, hogy nem tudom, Pepe, szerintem nem sokára. Szia, Perez! Abba belefutottam megint.
Perec, nagyon-nagyon szépen köszönöm a 22. hónapja tartó töretlen támogatásodat, köszönöm szépen, illetve megtisztelő, hogy érdemesnek találsz rá. Nem, itt, srácok, itt az a gond, hogy erre a játékra mindenki veri az epucut, meg az epuncikát, meg mindent, érted, hogy én ilyen fasza vagyok, én olyan fasza vagyok, stb. Egy olyan játékról beszélünk, ami 25% RNG-t tartalmaz. Magyarul, hogyha te 100%-ot is hozod, az a csata többségében az 25%-kal mindig kevesebbet fog érni. Érted? Ha te megtettél mindent, vagy megtettél még annál is többet, mint amit adott helyzet engedett, akkor szerintem nincs okod a panaszra. És ez például Mars fogalmazta meg a legjobban, hogy annó régen azért volt jobb játékos, mert bármi, ami úgymond hiba volt, az nem zökkentette ki. Mert nem foglalkozott vele. Érted? Nem baj, nekem töretlen. Hát én régen néztem sokat Marsot, utóbbi időben is. És tök érdekes, hogy régen mindig motivált volt, mindig jó volt a szöveg, a streamben, a videóban, minden, hogy tényleg ez egy jó játékos, ilyen akarok lenni. És meglátom, megy egy rossz karikát, érted, csak kilövi az FTT, mert hibázik egy picit, vagy jobb az ellenfél, és így neki is eltűnik a motivációja. Jó. És nagyon egyszerű okból, nagyon egyszerű okból. Akkor, amikor azokat csinálta, már bocsánat, tisztelem és besülöm Marsot, de egy szaros diák volt. Érted? Maximum a legnagyobb problémája az volt, hogy milyen vizsgát kell tennie. Érted? De amikor eljársz dolgozni, és más egyéb problémáid is vannak, és nem vagy ott fejben, és nem tudsz leülni úgy, hogy igazából leszarod a világot, hanem sok mindenen, és újabb kudarcba futsz bele, és itt a legnagyobb probléma játék, hogy meg kell tanulnod kezelni a kudarcot. Tehát ha nem tudod kezelni a kudarcot, akkor megöli a játékot. Érted? Ha nyugodt, fáradt vagy, problémáid vannak, nem fog úgy menni. Ezt már sokszor mondtam, hogy a játékeredményedet nagyban befolyásolja a lelkiállapotod. Ha szar a lelkiállapotod, nagy valószínűleg szar lesz a játékod is. Ha jó a lelkiállapotod, akkor valószínűleg jó lesz. Nézd meg! Eldumáltam, igazából vesztett szituáció volt, nem csináltam az ég egyet a világon semmit, a mellélövéseken nem idegeskedtem, és azért szerintem Projectoval tier 9-es közegben 4000 sebzés, meg 1000 assist, szerintem tök jó. Bőven jó. Érted? De nem is ezekkel a körökkel van gond. Oké, de figyelj, tudod, hogy mi a vicces? Most működik az, amit elgondoltam. A következő csatába garantálom, hogy nem fog. És a szart, azt jobban megjegyzi az ember, mint a jót. Igen, csak érted, régen bementél egy meccsbe, tudtad, hogy jó pozíció vagy, tudtad, hogy erős tankkal vagy, tudtad minden saját határodat, hogy jó tankkal vagy, gyors tankkal, lassú, jó kamód van, nagyot ősz, mindent tudtál, és úgy helyezkedtél. Most is mi van? Tegnap játszok, tök jó kört megyek, meg minden, lehetne kerizni minden, és csak azt veszem észre, hogy 3 perc után 6-2 az állás, és egyszerre 10-en ami van rajtam. És 10-en, amivel nem tudok mit csinálni. Nem, ez ilyen. Ez ilyen, de szerintem ugye... Tegnap könyv... is kértek renegédet, bementem egy körre, lőttem 8-at renegéddel. Elismerem, vannak hibák, amiket elrontok, de 10-es játékosként nekem akkora lelki tragédia kettőt lőni renegéddel, hogy hihetetlen, és addig játszok a tankkal, hogy ki nem javítom. Szerencsére utána mentem egy 6 kill-es 4-es edzéses költőnek, örültem is, de mennyi volt esély, hogy a következő akkor most belédrúgok egy rohadt nagyot. Nyugodtan, bírom. Bírod? Jó. Én már meg... A 10.000 VTR az semmi. Majd akkor beszélünk, ha 12.000-nél jelsz, jó? Semmi. Az a baj, hogy olyanokhoz akarod magadat... hogy is mondjam?
Bele... Hogy nem? Én tudom, hogy nálam a, például a Trickben is rengeteg sokkal jobb játékos van, még akinek nincs akár 10 personálisa, az is jobb lehet. Ott vannak az ilyen Ajuxin, Takizor, Deka, ilyenek sokkal, nem hozzájuk hasonlítom magam. Nem, oké. Nagyon szépen, nagyon jó. Azok is csak addig élvezik a rohadt játékot, míg az történik, amit ők akarnak. Igen, érted? Abban a pillanatban, hogy megkapják az igazi játékot, érted? Abban a pillanatban, hogy megkapjátok az igazi játékot azzal az RNG-vel, ami van, érted? Amikor szopatóra küldi őket a játék, akkor már ők sem vidámak. Hát, érted? Akkor már ők is előveszik, érted, hogy kap be hülye Wargaming, meg hülye játék, meg ezt, meg azt, érted? Akkor mindegyik akkor is elkezdi mondani. Megtörik az egeret, meg a billentyűzetet. Ja, talán érted? Akkor a tragédia, mert akkor csak kinyomaszt ilyen a játékot is igazából. De nem is az, de nem is próbál, csak mondom, a játékért. Meg ez, hogy én értem, hogy mindenki a húdanba akar ülni hátul, nem akar elveszteni a HP-t, de hogy annyira látszik a meccseken, hogy azért kapunk ki, azért ekkora vereség, mert nem hajlandó megmozdulni és bevinni a HP-t. De azért van, amikor mert őért nem lenne kár, mert érted, ő halna meg, őt lőnék le, akkor én talán megnyerném a meccset, de esélyt nem ad rá, mert én meghalok, mert ő nincs pozícióban. Jó, de most figyelj. És utána meg elveszíti, mert azon kívül, hogy jobb a win rétje, semmi nem látszik az értékelésen, érted? Ez a kedvenc, amikor jön a jóskapista, 5-80 ezer csata, 3000 persze rating, és mellett közben kilő. Hogy? Mert a játéknak itt kell tartani a jóskapistát. Mert ha nincs a jóskapistát, akkor te kit fogsz lefarmolni, ne feledd. Tehát valamikor... Tegnap is nézte a játékos, például nem szedte ki azt, hogy senkit a hátra. Itt volt, néztem Karma streamet. Centurionnal játszott, minden lövése. Láttam, T69-ről pattant. Centurionnal játszott, és minden lövése szinte bement. De így mellett között nulla célzással. Én már akkor rácélzok kúraj tankra, és így és mellé lövök, lepattanok. És azt a részét láttad, amikor a T69-et semmivel nem tudta belőni? Azt nem figyelted? Megértem a te álláspontodat is, mert szeretnél eredményt elérni, szeretnél úgymond valaki lenne a játékban, és úgy érzed, hogy tök mindegy milyen energiát fektetsz be, nem lesz abból semmi, de hidd el, rohadtul nem számít. Kezdj el játszani egy más játékkal is, ne csak mindig ezzel a szarra. Igen, elkezdtem, és ez pont ez az, amit írtam, hogy én lehet, hogy most egy kicsit így pihentetem, ugyanúgy, mint te. Elmentél stonerezni, elmentél farmingozni, megjön a kontrollám, és nagyon sokkal jobb játék van ennél a játéknál. De nézd meg, amóreket kaptam, amikor farmolhatnám lefele. Hát is csak lövök neki egy tracket, tök jó, na mindig. Ez van. Én konkrétan ott tartok, hogy utálok minden pályát. Amúgy szarok a pályák, mert kicsik. Tehát én például azért szeretem a frontline-t, mert van. De nem fog változni a játék, el kell fogadni. De amúgy hidd el, Máté, hogy elkezdesz játszni másra, és utána visszajössz, sokkal másképp fogsz látni a dolgokra. És sokkal kevésbé fog érdekelni ez az egész. Meg egy kicsit visszatérve a streamerés részére is, mert ugye csinálod, de... Két fő kategória van, amúgy, ami miatt a streamet úgymond lehet nézni, vagy azért, mert az illető a legjobb, vagy azért, mert az illető szórakoztató, és tudsz vele azonosulni. Ez a kettő dolog van. A volt streamnél, amikor volt stream megy,
azt látom, hogy úgy vannak vele, hogyha te nem vagy a legjobb, akkor már nem fognak nézni. Ez, tehát én vagyok a legfaszebb. Nézd meg, ha beszélgessünk akkor IUC-ről. Én vagyok a legfaszebb játékos. Nézd meg Kajzut, miről szól. Én vagyok a legfaszebb játékos. Nézd meg Dakkilzolt, én vagyok a legfaszebb játékos. Tehát nézd meg, mindenki arra akar rámenni ezzel a játéknál, hogy én vagyok a legfaszebb játékos. Nem? Kevesen vannak azok, akik szórakoztatni akarnak. Jó, mindenki azt látja, hogy én vagyok a legfaszebb játékos, és ott vannak a nézők. De van egy jó hírem. Amióta bevezette a drop rendszert a Wargaming és a Twitch közösen, azóta szart nem ér az egész. Tehát, mert nem látványos ez a szám. Egy farming session mindig segít a lenyugvásban. Igen, amúgy. Segít. Érted? Kezdj, azt nem próbáltad már, hogy menj le például olyan szintre, ami nem közeged. Menj le játszani kicsit kis tierbe, és szórakozzál. Mi számít kis tírnek? Nekem a tier hit is kis tírnek számít. Tudom, hogy annak számít, mert nem tudsz VL8-at nyomtatni. Engedd el. Dehogy nem. Tier 7-be? Bár le tudsz VL8-ot nyomtatni. Tier 7-be legjobb VL8-ot pontolni De kb. nem úgy. Nem. Pont látod? VL8. Menj le szórakozni. Menj le bohóckodni. Érted? Most tudom, hogy megint szórom az ötleteimet, de próbálsz. Próbálj olyat csinálni, hogy ki tudsz lerombolni. Érted? Tehát ilyesmit. Ilyen full agyament szarságot, ami tényleg csak arról szól, hogy szórakozni. Mert ugyanabba lovallod bele magad, mint amibe én. És hogyha nem... Ezt amúgy, amit mondasz, ezt is megértem. Mert én szerintem mindenkinek a nézőpontját próbálni lehet a legjobban megérteni, de... Szerintem kb. Ezt teszi tönkre a játékot, hogy most mondd el. Menek is térbe és rambol a tankokat. Ilyenek a Miért? játékosok, dama. Ezt csinálják folyamatosan. Bejolózik, megdöglik a te játékosokat, elrontja, ő még nem fogja föl, hogy ő egy rossz játékos, és ezt nem kell Jó, csinálni. És ez a oké. játékosának Jó, 99%-a. oké. Szoktál nézni orosz streamereket? Szoktam. Igen. Láttál olyat, amikor azt játszanak, hogy két C63-tól egy V4-et, és csak azzal foglalkoznak, hogy rammolnak, vagy hárman vannak is rammolgatnak? A mai napig? Ez nem csak tőlük jött. Mit? Ez nem csak tőlük jött, nem csak ők találták ki. Oké, de a mai napig csinálják, és rohadt jól szórakoznak közben. Érted? Hát én értem, hogy ők jól szórakoznak, csak a Mert, mert, másik mert... 29 embernek tönkre teszik a Én játékot. értem, csak ők szórakoznak, te meg azt érzed, hogy tönkre megy a játékod. Holott nem megy Ja, tönkre a csak az a játékod. különbség, hogy én próbálnám meg ezt megcsinálni, mi történne. Biztos elhátul van táras tankhetrekkel, megölnek, van három arti. Biztos, most ezek ilyen tipikus dolgok, meg nem Jaj, szeretem most Jonathan. én az artikat, mert nem érdekel a három van, semmi nem érdekel, mert meg azt gondolom, hogy egy olyan játékosnak, mint én, meg kell oldani az adott szituációt, az adott tankkal, az adott mappon, meg kell tudnia, vagy a lehető legjobban kihoznia. De... Máté besokalt és arról beszélgetünk. De Máté, te azt mondod, hogy neked akkor eredményes a játék, vagy akkor jó a játék, amikor eredménye van. Igen. Tehát holott nem, holott akkor jó, akkor is jó lehet a játék, ha már tehát nem az történik, amit felsoroltál, hogyha le akarod rammolni az illetőt, akkor letrekkelnek. Hanem akkor is, amikor már sikerül megcsinálni, érted? Tehát az eredmény nem mindig a csúcs. Tehát nem mindig nem mindig az a legjobb eredmény. Tehát ha már te vagy a legjobb. Én is ez voltam, ne aggódjál. Én is beleöltem magam ebbe, hogy wow, menni kell. Meg ez is például egy ilyen dolog, hogy nézem ezért Kajzót. Sokkal sokkal játékos. Nem is hasonlítom magam hozzá, mert ég és föld vagyunk. De hogy
amikor ott marad egy oldalt, egy IS-4-tel, elfutni már nem tud. És ő meg kilő 6 meg 7 meg 8 meg 9 ezret. Én velem mi történik? Jönnek 10, lövök még egyet és meghaltam. Ugyanaz a pozíció, ugyanaz a map, minden ugyanaz. Csak én lőttem 3 hezet abba a körbe, ő meg 8x3-at lőtt abba a körbe. Miért? Mi a különbség? Az, hogy szerencséje van. Ennyi. Meg egyik nap lövök 2809 átlagsebzés type 59. Tökre jó, összedőlnek a dolgok, gondolkozok, azt történik, amit eltervezek. Tök jó. Következő nap meg lövök 3008-at tankkal. Bárki lő 3008-at type 59-szel. Lősz 1500 és 3008-at. Hát nem tudom. Nem tudom, én például az a baj, hogy én aláírom, hogy jó játékos, például Kajzu is, csak ahogy játszik, olyan, nekem olyan arrogáns kinézett az egész. Az van, amit én akarok, és amikor nem működik, félre, nem az történik, amit én elgondolok. Hát ez hogy van? Érted? És ezt nem szeretem. Az a másik, hogy én mindig, lehet, hogy ez a stream fog hangzani, sok nagyon jó játékos mondta, hogy én lehet, hogy kilövök inkább még 2000-et, de veszítsük el a meccset. Meg ilyenek. Én mindig folyamatosan próbálom nézni. Mit kezdtem mondani, mert közben olvastam a chatot. Hát, hogy vagy azt mondták a többiek, hogy te inkább elbukod a csatát, igen, csak igen. Hogy tudjál még lőni. A meccset, csak tudjanak még lőni. Én mindig nézem, hogy melyik csapattársnak segítsek, ki az a fontos tank, akit megéri megmenteni, mikor kell elfutni, mikor kell otthagyni őket. Nyilván a sár dolgomra is, hogy minél jobb legyen, de nem egyszer volt, hogy ott egy TD rámegy a light, lelövök róla, látod, hogy megjön meg, magyarulózik az LPR az artikért, megpróbálom lelőni, ne hallja meg a három artink egy open mapon free-be tudnak farmolni. És akkor nekem kéne egy picit segíteni, akárcsak egy lövés fölvenni, akárcsak lelőni mögöm a tankot, senki. Kb. Senki nem találkoztam 40 ezer csatát, aki segített volna ebben. Jó, de te csapat szinten akarod játszani ezt a random csatát, ez a random csata meg nem arról szól szerintem. Szia Szabolcsi Fene gyerek, hello, sziasztok! Ne arrogjatok, hogy közben annyira nem koncentrálok a chatre néha. Nem a te játékodat akarja elrontani, hanem maga akar szórakozni úgy, ahogy tud. Ebben is igaza van. Érted? Az a lényege, és ezt már sokszor ezt is mondtam már jó párszor, hogy itt az egyik olyan gond, hogy én szórakozni akarok, fingom sincs a játékról, lenyúltam a pakontját, én vérprofi és faszacsávó vagyok, na ezek be vannak téve egy csatába. Érted? Tehát ezek be vannak egy csatába téve. Ő nem elrontja a játékodat, ő szórakozik, neki az az eredmény. Tehát, és ezt tudom például Damaszkináról is, amikor játszik, hogy élvezi a játékot, és amikor ránézek, sokszor az volt, hogy ebben vajon mit élvezhetett? És akkor tökre élvezt, hogy ha, előttem, megöltem. Tehát relatíve tartalom, vagy teljesítmény az én értékrendem szerint, szia Mr. Attila, nem volt. De addig, míg nem mentem le az ő értékrendjébe, és az ő tudás szintjéhez viszonyítva, ha már úgy vizsgáltam, akkor már értettem, hogy minek körül. Érted? Máté. De pont ezért nem akarom játékosokat hibáztatni, meg mindenkel sebet próbálom, hogy tudom, lehet, hogy nincsen jó PC-je valakinek, azért játszik rosszabbul, lehet, hogy a reflexei azért, nem kell bemenni, nem kell mindenkinek profinak. Vagy egy kisgyerek ugrál mellette, mint ahogy hétvégén itt volt unokaöcsém. Nem kell mindenkinek, azért ott sem lehet. Ezt kell szidni, csak tényleg, amikor eltelik 3 perc, és 10 jönnek rám, akkor mindig elgondolsz, hogy miért velem. Az ellenfélnél sose szokott ilyen lenni. De ez megint egy lelki állapot, érted? Ez megint valahogy tudni kell kezdeni. Nem egyszerű, rohadt nehéz és... Tökre megértem, mert nem kell mindenkinek nagy szinten játszani játékot, nem kell CV-n játszani, nem kell chiftereket kupolázni, mert nem az a szint. Megértem, és ott a random.
De ha már pont itt random, akkor random dolgoknak kell történni. Mi történik? Mindenki áll hátul a hulldánba, ha mész előre, lelő a TD az arti, ha nem mész előre, akkor nem marad sebzés, és ebbe elfáradtam. Amúgy meg csak rossz döntés hozol, mert pekhed van igazából, hogy szar a csapatod, hozol egy döntést, kiderül, hogy az úgy nem jó, és kész. Hiába játszod a szokásos pozíciót, nem az történik, mert az enemy se úgy gondolja. Érted? Úgyhogy... szerintem, ahogy mondtad, kezdj el játszani. Ott vagyok másik streamereknél, és nem szól be, hogy hogy játszom, hagyj játszom, úgy próbálom évezni, és fel is tudom, hogy mit csinálni, meg mit miért csinál. Tök jó, tehát tudok vele nagyjából azonosulni, de például itt volt az előbb Légió is, elha a Lufon T30-al top tierként, vagy majdnem top tierként, hátul kempelt. Most nem, lehet, hogy nem nyerték nem volna meg a meccset akkor, hogyha előre megy harcolni, de én nem gondolkoztam, hogy másodpercet az, hogy előre megyek harcolni. És hogyha ott van, lehet ott a HP-ja, lehet többet tud lőni a meccs elején, akkor lehet nem rássák le a végén öten, és lehet, hogy megnyerik a meccset. Ajaj. Ajaj. Az itt nem lesz jó. Tessék, itt voltam megint heavy tankkal, csinálom a dolgomat, trade a sebzést, tök jól áll a csapat minden. Lelőttük a heavy tankot, mondom, akkor vegyek előre, fogom a HP-t. Csak mögöttem kellett volna állni, ne flankelek három tankot. Mindenki áll és bámul és néz. Sokan nem fogják tudni, hogy mit kell csinálni, Máté. Úristen, tal, most mit kell csinálni? Vajon mit kattingatni? Nem egy szerinted én milyen rosszul lövök most? Mindig az utolsó lövedékemet, de nem tudok egyszerűen mit csinálni, egyszer kellett kitáraznom. Látod, megfordul a meccs. Talán megfordul ja, a meccs. Ez a másik dolog, hogy most nem a Scorpio. Fogja a nevet mondani. Nagyon sok streamernél látom, hogy hiszíznek, sírnak azért, hogy úristen, hova megy a lövésük, hogy mellé megy. Nézem azt a streamert, elvileg nem egy jobb játékos, mint én, és ő 10 per 9-et oda lő, oda megy a lövéssel, amit céloz, és be is megy. Nálam meg sokkal rosszabb az arány. De mire föl? Tudom, én vagyok az, tisztá vagyok vele. Nem, csak te. Nem. Nem csak te. Az most nem oda ment, ahol kell. Na bazd meg. És nem tudom, hogy... például... amúgy ezt szeretem a randomot, mert tényleg benne nem jövő egy random, de hogy... én... nagyon szerettem a 7v7 módot, nem tudom ki hogyan bele. Ott sokkal több ráhatásra volt egy meccsre. Kevesebb a tank, nincs nagyon hátul kempelő TD, mindenki bent van a harcba, és tényleg eldől, hogy aki tud lőni, aki tud pozícionálni, akinek jobb a reflexe, az nyer. Jó, de a 7v7 azért, mert kevesebben vagytok ugyanarra a pályára. Igen.
De itt meg lehet nézni a ranket ne is. Feled. 10v10. Nincsenek FVTD-k, nincsenek jakpanzerek, alig van arra mi? Is. Mi? Mi nincs FVTD? Miről be? Te milyen rankedet játszottál? Én FVTD-k ellen játszottam éjjel-nappal. Én is, a 15v15-ben, meccsenként meg oldalanként volt 3-3 darab. Most maximum egy van, kb. Néha kettő. Sokkal játszhatóbb. Most tudom, izé mindenki, hogy úristen, kránok vannak, kupolázni kell. Valóban nem a legjobb dolog. Ennek is megvan a hibája. De szerintem sokkal jobb ez a játékmód, mint amikor de... már leküzdötted a HP-dat, egyes konkurral, vagy bármivel. És a végén az FVTD nem csinál semmit, mert nulla skill a célzásán, rálőtt rekedve és 30 HP-ra kilométert. Ide jött az Artinor! Pedig még mi meccset mentem? Amúgy... Nem tudom, ma például semmi kedvem nem volt játszani. Eskü. Tehát inkább mennék farmozni. Megint belementem a farmingba, de most is nézd meg, megfordul a meccs. Tele van nagyon sok trade-del, és ahhoz képest sikerül megfordítani a meccset. Elég, nem tudom. És ez azért van, mert engedi most a játék. De ahogy mondtad, hogy szereted a randomot, de nem játszod a randomot randomként, mert a randomot csapatként akarod játszani. Érted? Engedd el, Máté, mert meg fog ölni. Végleg meg fog ölni. De nem hát pont azért fog már engedni, most egy kicsit ráhagyom, aztán mennyi? Tényleg kedvem össze játszani. Csak múltkor is hazat néztem videót, hogy össze volt vágva, hogy FVTD-ken milyen jót lőttek az emberek. Hogy így ezt a tankot kilövi, azt a tankot kire elő az ember, van, akkor én sem lőszem érte, csak polymol, gurok egy pár karikát, semmi. Nincs kitűzve megint gammark, nincs kitűzve átlagsebzést, nincs kitűzve mirrét. És így néztem, lőttem 2500 átlagsebzés meccsenként. Figyelj, mondom, ez hol van ahhoz a cliphez összevágva a videóból? Senkit nem lök ki full HP-ról, mellé mennek a lövések, engem kispotolnak, meghalok. Mert az csak a jót mutatja meg a szépet. Persze, figyelj, csinálj egy olyan játék. Neki van egy jó köre, és az ki van vágva, és lejátszik kétszer meccset, amíg összejön a 10 perces videó. Én meg abban az egy órát nem se egy jókat tetszett, hát boom. Na figyelj, Szabolcsi Fene gyerektől jött egy jó ötlet. Csinálj egy ivós játékot. Ha nyersz, akkor nem iszol, ha vesztesz, akkor iszol. Tehát, ha nyerni fogsz, akkor örülni fogsz, mert józan maradsz, ha vesztesz, akkor meg nem fog érdekelni, mert berúgtál. Kezdjük itt. Nagyon nehéz kiszámítani a csapatokat, és ezzel nem lehet változtatni, ezért hívják randomnak. Volt egy társadalmi kis... 5 után napadó lenni. Volt egy társadalmi kísérlet, fogadjátok el, hogy vannak olyan nálatok gyengébb, és ne alázzátok meg az említett top játékosok, hanem segítsetek nekik. Az is lehet. Nem tud, de nem tud... az a helyzet, hogyha mindenki jó lenne ebben a játékban, akkor senki nem lenne jó. Ez biztos. Tehát kellenek pekesebbek, kellenek rosszabb játékosok, vagy nevezhetjük bárhogy. 8-as tankkal többet lőttem, mint 10-es tankok. Nem tudok mit csinálni, nevetek egyet és kész, menni kell tovább. És még valami a játék, ami nem okoz örömöt, azt nem kell játszani. Arra ott a munka. Igen, hajnali egy órától vannak az igazi jó csaták, sőt a csapat kommunikáció is van. Engem is idegesít, hogy négy időutákkal kerülök össze, ha a kollégák... Szia, Zelstorer, hello. Kollega magyar, és megint elküld az anyámmal. Jaja. Az megint egy nagyon okosság. Ha ez vigasztal, akkor éppen farminga játszok. Hát rohadtul nem vigasztal, de jó játékot. Szia, Nokedli, haliho. 8000 lett belőle, de... Megfordítottuk a meccset. De figyeljetek, pont erről beszélgetünk. Megcsináltam, amit kellett, igaz? Nem én nyertem meg a csatát. Ugye tudjátok, hogy nem én nyertem meg a csatát. Az eredményből látszik. Tehát ott van az 1346 sebzéses 4 kill-es RHM. Ott van a 831 HP-s Hammer. Ott van a 702 sebzéses T25 per 2. Vagy ott van az 1600 sebzéses STRV 74. Nem én nyertem meg a meccset. Én csak megteremtettem azt a lehetőséget azzal, hogy tartottam magamat egy olyan pozícióba, amit úgy gondoltam, hogy opcionálisan jó lehet, és szerencsém volt,
hogy például ez a 3500 értékelésű 3700 csatás úriember nyerte meg, vagy úri hölgy, ezzel az átlag 500 sebzésével. Érted? Azért, mert rosszul trédeltem, de ők az ellenfél hibázott, és ők akkor nem hibáztak. Érted? Mert ez nagy képviség lenne azt mondani, hogy ezt a csatát én nyertem meg. Nem. Én csak megteremtettem azt a lehetőséget. És ők nyerték meg, hogy akkor odafigyeltek és csinálták, amit kellett. Nem? De azzal nincs baj, ha megnyerik a meccset. Hát most, ha elvesztik a csatát, hát figyelj, az nekem se öröm. Jó, én se szoktam örülni, amikor pont egy ilyen játékos ellen nem csinálja meg ugyanezt. Mert abban sose gondolok bele, hogy én mit rontottam el. És ez egy hiba. Érted? Mert mind a győzelemből, mind a vereségből rá kell jönni azt, hogy milyen hibát követtél el. És ahogy te is mondtad, ez egy random csata, random körülmények vannak, random típusú emberekkel. Bemész egy pozícióba, és lerohannak téged, az egy baszott nagy szopás, mert bocsánat a kifejezésért, mert megszívtad, mint a torkosból, de az is egy döntésed eredménye. Pedig te nyerted meg, ők valószínűleg sodródtak az ára. Oké, Roli, de az, hogy én most jó helyen voltam, azzal nem tudom megnyerni a csatát. Érted? Ők is kellenek hozzá. Akkor mondhattam volna el, hogy én nyerem meg azt a csatát, hogyha egyedül vagyok öt ellen, és akkor lehozzam őket. Na, akkor én nyerem meg a csatát, de én csak a körülményt teremtettem meg. Itt már annyira nem lesz jó a körülmény igazából. Nem, amúgy ez mindig egy döntés halmaz. Te hogy döntesz, ő hogy dönt, a játék hogy dönt, ugye attól, hogy most oda megy a lövés, vagy ahova nem. Tehát kész. Ez annyira több tényezős dolog, amit nem tudsz. Tehát én például azért szeretem a farmingot, ezért szeretem a snowrunnert. Az Icarusban már azért ennyire nem vagyok biztos, hogy ott annyira működik, mert ott is lehet backhead, de ott teljes mértékben a te tudásodon alapszik, hogy mi lesz a végeredmény. Itt ebben a játékban nem szabad várni. Neked meg kell tenni mindent, aztán ha jó lesz belőle, akkor jó lesz. Tudom, én is szoktam rinyálni, igen, megyek 5-6K sebzést, és azon sírok be aznek, hogy lehetett volna 8000 is, ez is mehetett volna oda, ahol célzok, meg ilyesmi, de kész, nem megy. Két lövés kuka. AVK. Arról meg lehet késő. Na, de az a lövés, ami kellett, az bement. Szia János, elől. De azzal megint is probléma, hogyha elmegyek egy rossz pozícióba, vagy túl agresszív vagyok, vagy túl passzív, és az én hibámon múlik a dolog, mert azt elismerem. Azzal nincs gond. Azt, hogy más 29 játékos nem tud irányítani. De előre nem tudod megmondani, hát Máté, hogy az a passzív játék. Mert hogyha passzívan játszol, és a meccs végeredménye az, hogy neked aktívan kellett volna játszani, hát ez így tök jó, de az megint utólag van. Hát előre mondd már meg, hogy neked agresszívan kell játszani. Előre senki nem tudja megmondani. Szia, Darky papi, hello. Szakmát tévesztettem, pszichológusnak kellett volna mennem, ahol volt játékosok lelki nyugva, mert milliómos. A lótúrót mindenki ingyen akarná. Ennek a játéknak az a baja, hogy mindenki ingyen akarja. Ja, tehát úgy van vele, hogy ingyen van, akkor legyen jó. Hát... Ah, egy sem megy be. Bakker. Feleslegesen pazarlom. Na, és a pattern meg lőhetném. Na, mindegy. Azt a pattern-t esélytelen belőlem. Na, tipli van innen, mert az nagyon hamar szívás lesz. Ez a meccs kuka. Amúgy át tudom érezni, mert én se tudom megérteni, hogy miért nem tudok az lenni, aki. De... Vagy... Ilyen nincs. Hamarabb jönni kellett volna. Tudom, annyira hiányzik, hogy régen pont azért szerettem be a játékba, hogy
úristen, mit tudok a másik játékoshoz képest, hogy jobb vagyok, vagy nem fejlődtem, tényleg akkor Szia, Butyi. volt egy 5000-es játékos, akkor már meg tudtam ölni őket egy-egyenek, akkor jobb lettem, akkor én vagyok a 6000-es, akkor Látod, itt megyek a egy 6000-eshez, és butaságot most mi követtem el. van? Bemegyek a csatába, 10 perc a rating, és 3000-esek lőnek ki. Azért, mert jobb. Nem azért, mert jobb. De... De mégis megöl, mert... Mert és azért, pontni szerettem a játékba, és most ebből semmi nincsen. Múltkor egy hétig reggelente streameltem, mert ez a délutáni lose széria, ez nagyon felvitte benne a pumpát, és tök jó volt a játék. Tök jó volt a játék, tök jó ment. Jó, láttad azokat a képeket, amit abban az időszakban mutattam, amikor én elkezdtem ezt a játékot? Konkrétan annyian voltak itt a játékban, mint most bármikor nem lesznek. Tehát most így kell tartani a játéknak mindenkit. Szia Józsi, hello, hello. Igazából ahhoz képest, hogy végig csak jártatom a számot minden hülyeséggel, ahhoz képest szerintem jó. És úgy, hogy a patternt be se tudtam lőni, úgy meg még jobb. Másik ez a streamer dolog is, én nagyon sok évet vártam, hogy tudjak streamelni, amíg adott lesz a környezet, a számítógép, az internet, a minden, mert addig nem tudtam, és béna a minőségbe nem akartam. Csak addig már mindenki rátállt az egész dologra, és én annól még azt hittem, hogy hú, majd fogok nézni, mert ügyes vagyok. És megnézzük a felhozatalt, magyar szinten lehet, hogy tényleg a relatív ügyesebbek közé tartozok, de nem érzem azt magamba, hogy most engem 100 magyar néztem, vagy 200, vagy annyira jó vagyok. Pedig, amit mondtál is, hogy vagy nagyon jónak kell lenni, vagy viccesnek lenni, mert nagyon sok a játékos van, aki vicces, sokan nézik, de nem jó. Meg fordítva is igaz. Van, aki nagyon-nagyon jó, és nem nézik, stb. Meg ez is érdekes, hogy itt voltál volt a streamre, annyira irigykedtem rád, mikor néztek téged 100-an, 120-an, 80-an, 90-en, volt a streamre, és úristen, tök menő. És te elkezdtél farmozni, meg mit tudom én, és nézek 40-50-en. De tudod, hogy milyen jó érzés? Na akkor elmondom ezzel a kapcsolatban is a dolgot. Lehet nyugodtan hozzászólni. Amikor néztek 100-an, 120-an, akkor volt bennem, és most tényleg ne vegye senki a szívére, de ugye megvan minden streamernek a saját kis törzs nézője, akinek a neveit mindig ott látod. Amit elindítod az adást, és ott vannak azok a nevek, tudod, hogy ott lesznek, és a többi. Szia Csébé, hello, hello. Tehát meg ugye vannak azok a fantom nevek, akik ott vannak mindig, de nem tudod, mert nem beszélgetnek veled semmit, de mindig ott vannak. De azokkal úgymond, azokat... Bocsánat, hogy ezt így mondom, de ugye azokat nem érzékeled, érted? De ott vannak, látsz is számod, de nem tudod a nevét, mert nem szólal meg. És azzal, akkor, amikor tegyük fel, néztek 60-an, majd hirtelen láttam, hogy 120-130, és kikapcsolítottam, mert ő befejezte az adást, érted? Vagy elindítottam a reggel az adást, meg volt a nézőszám, láttam azt, hogy elkezd csökkenni, kinéztem oldalra, és akkor láttam azt, hogy igen, mert ő elindította az adást. Érted? De az, amikor döntesz úgy, mint ahogy én döntöttem, hogy jó, elegem van ebből a játékból, kavartam magamat abba a szarba, amiből nem tudok kimászni, mert én is a jó közé akarok tűnni, vagy között akarok lenni, meg én mindig olyan csatákat akarok menni, mert akkor érted? És amikor jó, besokalta, és azt mondod, hogy jó, kezdjünk el szórakozni, kezdjük el élvezni a dolgokat, és elkezdesz mással játszani, és látod azt, hogy 30-an. De azok a nevek ott vannak. Érted? Akiket látsz, vagy akiket beszélgetnek. És utána látod azt, hogy utána 40. Utána látod, hogy 50. Mert nem nagy szám, de mégis nagy szám. Magyar viszonylatban szerintem már 30-40-50-nel már nyugodtan elégedett lehet valaki, akit néznek annyian, mert az már szerintem nagy szám. Jó, ne vegyük az ilyen őskövületeket, akik már nagyon régóta csinálják, érted? De amikor az jó, amikor Damaskin, letöltöttem ezt a játékot, én is kipróbáltam ezt a játékot,
tök jó, hogy ez a játék van, érted, vagy ugyanott vannak. Tehát egy idő múlva teljesen más. Tehát ha elkezded magadat mindig a csúcs teljesítmény felé járatni, ugyanaz lesz a kocsinál is. Tehát ha mindig a pirosba fogod járatni magadat, ki fogsz égni. Mind a játékkal, mind a streameléssel, mind a való életben. Tehát nagyon meg kell találni azt a közeget. Mert kész. És itt a többiek is megmondják. Jó, rengeteget játszok Projectoval vagy valami. De itt vagytok, látjátok, hogy amikor hülyéskedünk, bohózkodunk, és amikor Votot játszom, amikor hülyéskedünk, bohózkodunk, vagy így, ahogy Mátéval beszélgetünk, olyan csatákat megyek, ami... Szia fene gyerek, hello. Köszönjük, hogy itt volt a jó pihenést. Vagy legyen bármi, amit fogsz ezután csinálni. Érted? Akkor megy. De abban a pillanatban, hogy elkezdek, na, akkor üljünk le, és akkor teljesítmény legyen belőle. Egy nagy, büdös szar. Na, hát ezt tudom, ez pontosan jön nálam is. Érted? De nem szabad. Na, itt is például a meccs példája. Egyedül eljöttem a heavy sorra, volt egy 277, akivel együtt összetudtunk dolgozni, megöltünk 4 meg 5 ellenfelet ketten, csak azért, mert volt fogalma a játékról, és az utolsó ellenfél, aki maradt, az egelmet megfulladni. Kilőttem, de ez mennyire undorító már? De most komolyan. Mert ő megfullad. Figyelj, én múltkor mondtam... Essek az Arctic, essek a light játékosok, a heavy játékosok, mindenki. Tudom, csak én pont múltkor ezen akadtam ki, és ugye... Vannak dolgok, amiket szoktam idézni. Érted? És ott mondtam, és ott Faterko egy írta, hogy Damaszkin, ez csak egy játék. Érted? És... Jó, csak hogyha már annyi IQ-ja van, hogy letölti, be tud regisztrálni, van 2 agytekervénye, akkor miért kell megfulladni? Pont jó, hát volt ugyanez, hogy egyszer, azt mondta az ember, hogy egyszer halt meg Artival, mert hogy mások is ezt szokták csinálni. És most nem akarom átvinni az egészet ilyen nagyon negatív témába, de ezért tartott az egész emberiség, mert más is ezt csinálta. Pont azért tartunk ott, ahogy, és pont azok a játékosok most vodba, akik. Pont, ugyanaz. Hát, nem feltétlen. Mert van olyan kultúra, azt mondja, hogy inkább végez magával, mint más végezzen vele. Érted? Ez lehet kulturális dolog is. Farkastánc, köszönöm szépen a követést, ütköztünk ki, érezzi a magad, halihó. Fogom eltalálni. Nos, bocsi, hogy beleszólok, de én tanulni akarok, és te jól csinálod, és nincs nagy arcod sem. Nem szidod az ellenfeleket, meg a saját csapattársaid, így lehet tanulni. Köszönöm szépen. Csébé, köszi. Végül is, ahogy mondani szoktam, nem feltétlenül úgy lehet tanítani, hogy mindent jól csinálsz, elég, ha megmutatod, hogy mindent csinálja. De most mit szidjam? Attól nem lesz jobb. Attól nem lesz jobb. Ebből hogy mászok ki? Ó. Oh. Az critical volt. Van ott valami még a háta mögött van? Annak akkor tudok spotolni. Jó, hát még van akinek tudok spotolni. Na, tessék. Meg tudtuk volna nyerni a meccset, hogyha van 2 IQ-ja hátul Camper Heavy tankunknak, de sajnos nem, ezért kikaptunk. Akkor van Go Next. Már baj lesz. Ja, ez még a másik, ami nagyon kiégetett engem múltkor, az a Gammát. 2 stream alatt fölvitte 88%-a 94 félre a 2000-ét Gammarkot, és annyira jó lett volna, csak egy jó kört bedob, vagy még megy a 2-3 csatát, egy stagnálás, 2 stagnálás, meg egy jó kör, és meg is vagyok.
És a végén sikerült addig játszani, amíg 90%-ra mentem. És Nem ez tudott. neked ugyanez volt a T57-tel, és ez annyira elveszi a motivációt. Minek álljak neki, amikor van egy ilyen meccs, amire már beszéltük, hogy vagy nem mész előre, az a baj, vagy lejulóznak, vagy nem jólóznak, vagy mész, az a baj. És így nem tudod eldönteni. Hozz egy Ajaj. Döntést, és reménykedsz benne, hogy jó lesz. Ajaj. Ez butaság volt. Ez butaság volt. Nem kellett volna kilőni az utolsót. Akárki mit mond, ez régen tudás alapú játék volt, most meg ahogy esik új puffan. A régire azért nem mondanám, hogy tudás alapú volt, meg konkrétan, hogyha fejlettebb volt a tankod, akkor már bőven elég volt ahhoz, hogy elpicsázzál bárkit. Legyen a régi leosztás, amikor a Mouse bement a tier 6-os tankok ellen, és aztán Mouse-zal gyönyörű volt nagy arcúnak lenni. Mert ugye nem volt annyi benne. Most nagyon-nagyon sok minden múlik azon, hogy ki hajlandó alkalmazkodni a játékhoz. Ugye mindig változnak a meták. Tehát valamikor a páncél volt a jó, valamikor a látótáv volt jó, valamikor az átszérték volt jó, most a sebesség meg a tűzgyorsasága jó. Mert ma már felgyorsult csaták vannak. Régen az volt, hogy lőjél rohadt nagyot, most meg az, hogy lőjél minél gyakrabban, meg tudjál lelépni a fenébe, vagy érjél oda. Gyorsak a meccsek, tessék, ott van. 15-6, kemény, mennyi? Még 5 perc se kellett hozzá. Tehát ha most én ide jövök, egy rosszul tárasztam ki, voltak apró hibák, de ebben a meccs mennyi volt? Ebben a meccs mennyi volt? 5 perces csaták vannak. 5 perc alatt ne akarjuk megváltani a világot. Nem? Te mondtad valamik alkalommal azt, hogy nem éltél valami sokáig, azt te voltál 7000-et ki tudtál összeadni. De miért? Mert igen, olyan tűzgyorsas... 3 percet 7000-et ütettél. Igen, de miért? Mert konkrétan olyan DPM-ed van a tankodnak, amivel meg tudod csinálni. Most csináld már meg egy 2000-es DPM-i tankkal a 7000-et. 3 perc alatt úgy, hogy érjél oda a pozícióba is. Érted? Hogy valakit tudjál lőni. Hát kész. Ezzel nem lehet mit csinálni. De mondom, ami a legnagyobb hiba, és ebbe a hibába estem én is, és szerintem ugyanabban a hibában vagy te is, hogy csak is a legjobb, és az sem elég. Igen, Kelly. Nézd meg a legutolsó tankot, aminek bejött a annak milyen DPM-e van? Jó, de ez se teljesen igaz, mert ha már DPM-ről beszél meg ilyenek, hol van? Hol vannak az ilyen tankok végről, hogy T60-240 meg ilyenek? Sehol nincsenek, mert nem met a tankok, pedig jó DPM-ük. De a 320 alfával, tier 10-be konkrétan nem met szalukálni. Hát jó, oké, hogy jó a DPM-e. Érted. Helyett de... a flash TB. 360 alfa, majdnem ugyanannyi reload, sokkal jobbtam. Hát, vidd innen a picsába az STB-dat, az gyújts fel, az egy én kotvány. Sem az én egy sem kotvány. Szeretem, mert nekem mellélő, átüti mindenki, lassú is, nem szeretem STB-t. De még mindig hamar, hogy nyúlnék hozzá a 250-hez. Aj, bazd meg, Skorpió magad. Meg szoktam nézni embereket, pont olyan színeket, hogy mennyire biztosak abban, hogy mit játszanak. Én elmegyek egy pozícióba, biztos van egy ellenfél, akinek van annyi IQ-ja, hogy tudja, hogy honnan lehet counterelni. Biztos van egy Artvé TD, aki miatt nem tudom pontosan úgy játszani, hogy én szeretném. És a jobb játékosok annyira magabiztosan tudják, pedig ellenük is lehetne mit tenni. Ez helyzetfelismerésnek hívják, Máté. Hát ez jó, csak ellenem miért van mindenkinek helyzetfelismerése, kajzóik ellen meg miért nincs senkinek.
egy szektorból ül valaki 10 000-et. Az már nem Most a tudásom múlik, amikor nem most motozni. lehet, hogy meg fogtok kövezni, de amióta online játékokat játszom, azóta tudom azt, hogy mindig a játék létrehoznak hősöket. Mert mindig kellene ilyen játékokban hősöknek lenni, akire felnézel, akire azt mondod, ha megveszem ezt a tankot, akkor én is ugyanolyan jó leszek vele, ha... Innentől kezdve mindig van, akinek kedvez a játék. Tehát ha megvan mellé a tudása, és hajlandó felismerni a dolgokat, akkor ezzel fog tudni élni, és hősé tud válni, ha meg tök hülye, akkor meg elvesztik a süllyesztőbe. Ennyi. Ez nagyjából ennyi. Ugyanez volt a World of Warcraftnál is. Érted, ott voltak a top klánok, bementek, nekik kiestek az olyan itemek, amit mi az életben nem láttunk. Érted, és miért? Pedig az volt a meta. Érted, te meg harcoltál érte, és pekhead volt. Tehát mindig van, akinek kedvez a játék. Érted, de ez olyan, mint a szerencse, tenni is kell azért, hogy szerencséd is legyen. De valamikor nekik se kedvez a játék. Tehát itt is már sírhatnék, 102 HP-n van. És ahhoz képest még lehet, hogy ki fog tudni hozni a meccsből valamit. Nem egy nagyon hú 16 csiliárd VN8-es meccset, de meg tudjuk nyerni a meccset. Talán nem pusztulok meg. És még talán sebzésem is lesz. Vagy nem. Szia Faterku, egy halihó. Ugye Máté, csináljuk azt, hogy holnap snowrunnerözni akarok, játszunk Coop-ba, mit szólsz hozzá? Mi csodába? Coop-ba, multiba. Sajnos nincs meg még mindig a snowrunner. Még mindig nincs meg? Hát Toma, nem nagyon tudok erre kiadni. Ja. Viszonylag jó. Ahhoz képest, hogy ma semmi kedvem nem volt játani. Pedig hidd el, lenne kedvem. Mert haverokkal biztosan olyan vicces és fan a játék. Amúgy az a baj veszélyes, mert tényleg hány inger tud okozni. Na, már nem értem ide. Hát figyelj, az elejét elszúrtam, mint a szar, mert a BC bement abba a bokorba, amit szoktam játszani. Kész. Ahhoz képest túléltem, meg még sebeztem. És remélhetőleg eltaláltam a skorpiót is kigyújtottam. Ugye mondjátok, hogy eltaláltam a skorpiót is kigyújtottam. És azért húzódott hátra. Nem találtam a skorpiót, de jó volt hinni egy picit benne, hogy azért tűnt fel kevesebb HP-val, mert ez van. Na. Most elkezdek aggódni azon 7 csata után. Eddig tartottam a 3000-es átlagsebzést a Projectoval, most már csak 2692, mi történik? Semmi. Valamilyen hát, szinten... Nekem 10 csata, 6000 volt az átlagsebzésem 2 csatából, 10 csata 3500. Nem jó. Miért én is szoktam ilyet csinálni. Nekem vannak olyan tankok, amelyekkel, és ezt láthattátok ti is, első csata tankász. Van olyan csatám, van olyan tankom, amivel 40 csatáig nem tudok nyerni, meg nem tudok sebezni, ilyen a 140 pocsék. De megmutatom nektek szívesen. Vannak olyan tankok, amelyekkel egyszerűen képtelenség vagyok bármit is csinálni. Figyeljetek, 0% winrate, kezdjük itt. Indian Panzerre 5 csata, 20% winrate, annyira nem nagyon zavar, de vegyünk olyan tankot is, ami nagyjából számíthat is. Hmm.
Itt van. 274, 41% win rate, 17 csata. Renewval 41% csata. Nagyon-nagyon rosszul kezdődik. Object 260, brutálisan jó tank, 45% win rate-et tudok vele produkálni, most mit csináljak vele? Tehát egyszerűen nem megy. Vagy itt van a KPZ 0, itt rohadt jó tank, 44% win rate-en van vele, semmit nem tudok vele mit csinálni. De utána elkezdek ide tekerni, itt van például a MUC. 10 csatán van vele, ki tudtam bérelni, szia Barna, hello, hello. Ki tudtam bérelni, 10 csatát lejátszottam vele, 90% win rate, szia Karma, haliho. Vagy ha megnézed, E5-tel annó játszottam kemény 16 csatát, 75% mirét, STG-vel oké, okay, hogy 29 csata, de valamivel jól indul. Vagy itt van a standard B-t, húztam, 72. A te játéktudásod, ha tükrözi a 70-80-90% mirétet, akkor hogy kerül ide 40%? Nem te tetsz róla. Múltkor ugyanígy játszottunk Légióval, 2 darab Type 59-re bementünk szakaszba, kaptunk tier 6-ot, mind a ketten kilőttünk kb. 4000-et. Tehát nagyon szép szám, és kikaptunk. 12 csatát játszottunk a Damaszki egymás utalani vereség volt, mire játszadunk egy győztes meccset. Jó, oké. Okay. Akkor az, ami tudásunkat tükrözi, az a virrét? De... A 10% virrét? Nem. Nem, de a te tudásodat azt tükrözi majd, hogy abból a szarkupacból te mit tudsz kihozni, Máté. Érted? Jó, csak ez szép és jó, megyek egymás után 2-3 vereséget. Azt még tudom tolerálni, csak a 12. után rányomjak a következő csatagomra, vagy nem? Nem, nyomok egy alatt és elmegy bár más játszom, mert több sikerélményem van. A rekordom talán a VZ 44-1-jel van, 13 win egymás után. 13 win egymás után. Itt volt élő adásban. Nem tudtam legendmárkolni. Tudod, amikor Szilénnel volt a verseny. Igen. Hogy ki tudja legendmárkolni. Te, én, Szilén. Érted? Olyan csatákat mentem vele, hogy beszalsz be, és nem tudtam legendmárkolni. Érted? És 13 winem volt egymás után. Ugyanazzal a tankkal. És hát mit tudsz csinálni? Semmit. Visszagondolom, nagyon-nagyon sajnálom, hogy régen mindig arra mentem, hogy tankhúzás, minél kevesebb csatában minél több tank legyen meg. Itt vagyok 20.000 csatával, úgymond kijátszottam a játékot, megvan összes 10-es tank az Artikon kívül, de azok nem számítanak. Nálom. Miért nem? Pedig úgy megnéznék egy Arti Gunmarkot. Lehetne Gunmarkolnom, de most nem élmény nekem, Dama. Bemegyek, és nem élmény, amikor kikapunk 2 perc alatt. Úgy nem tudok haladni, és az elveszi a motivációt. Nem kell mondani, nem kell minden meccsbe 10.000-et lenni, nem kell minden meccsbe 10.000 komolyannak lenni, nem kell 90% virét. Csak amikor érted, játszok egy csatát, jó, nem haltunk a márka, jó, következő csata, jó, most lemegyünk, oké. Múltkor, amit 2 streamből szedtem össze Gunmarkot, a 278-94-ig, az sikerült fél ugrat levinni 90%-ig. És nem fél róla lesz, amíg visszahúzom 90-ről 94-re. Régen kellett van Gunmarkolnom. Sokkal, sokkal jobban lehetett játszani régen. Lőjétek már el a spotot, léci. Hát igen, de megint más. És nem akarom az időre fogni, nem akarom játékosokra fogni, nem akarom magamra fogni, senki nem akarom fogni. És azon nem gondolkodtál még, hogy ennek most jött el az ideje? Érted, régen. Tehát én is csináltam volna már sok mindent, már 10 éve streamelhetnék, de nem jött el az ideje. Érted? Tehát mindig valamikor eljön valaminek az ideje. Valahogy talált ki, hogy tegyél valami olyasmit, ami gondolkodjál, amivel még nem foglalkozott senki. Gyere ki a saját komfortzónádból. Érted? Én például tökre örülök, hogy a M41D egy tökre fogalmatlan light pozícióban ül, mert legalább tudják lőni a spotomat, azt a keveset, ami van. Egy másik benne téma, most itt csapom össze például ez a streamers történt is. Ott a The VR, nyilván
nagyon nehéz őket utolni bármiben is, de megnézek más youtubereket, streamereket, mit csinálnak. Most nem akarok rossz indulatú lenni, de azt látom, mindenki őket másolja. Mindenki. Megvették ezt a háttérszekrényt a VR-osok az IKEA-ba, kiállították a legókat, hoppá, három streamer megvette. Bazd meg, mennem kell az Szerencsé, hogy Nyíregyházán nincs IKEA. A rohadt életbe. Pedig az a szekrény nekem is kell. Aztán ott elővették a világító dolgokat, akkor minden más streamer előttünk. Elővették a streamerek a tápát, és felírják a nevet, mindenkinél ott van. Elkezdték a VR-osok mindenféle legókat építeni, kirakni, meg minden. Hirtelen eddig egyik magyar youtubernél se volt, most körbenézek, mindenkinél van ilyen. Hogy megvették a Titanicot, megvették az autókat, stb. Stb. Ami nem csinált a VR, nem csinált a semmit. Már, most akkor nem csináltok LEGO streamet. Pedig megint össze szeretnék rakni. Valamelyik nap néztünk Katával LEGO-t. Tök jót. Nem kérek, Pepe, köszönöm szépen. Hát de figyelj, ezzel is nagyon egyszerű. Nem az számít, hogy te mit találtál ki, hogy mi az ötleted, hanem az számít, hogy megvalósítják-e vagy sem. Na, kapni fogok egy lövést. Érted, azt számít. Most én is nyugodtan mondhatnám, szia neve. Aztán itt volt ez a szerencsekerék, és nem akarok senkit lehúzni, nem szerintem kiveszélni másikat, felelem streambe. De hogy ez a szerencsekerék, ez nem Hucklinál volt először, nem Sheftnél volt először, nem Maninál volt először. Nem tudom, tudjátok, hogy kinél volt először magyar szinten a szerencsekerék. Persze, Szilénnél. Igen. És kinél lett sikeres? Hát csak Szilénnél nem. Mindenkinél nagyot ment. Mindenkinél nagyot ment. Sheftnél, Hucklinál, Maninál. Ők találták ki? Nem. Jó, de azért, mert ők tudták megvalósítani. Tehát ezt mondtam neked, hogy nem az számít, hogy te mit találsz ki, hanem ki tudja megvalósítani. Érted? Ez nagyon-nagyon fontos. Miért? Akkor csak a saját példámról menjünk el. Ki kellett fel hétvégén streamet készíteni, csinálni? Ja, senki. Pitok senki. Volt, hogy fölkelten megnéztem ki streamet, Damaskin. Nem volt választás, vagyis egy volt. Most, nem volt választás. Most, hát kapásból 3-4-en már volt a streamen. Hát tudom, ugyanez. Meg könyveket is könyvekből írek, igen. Ha streamelnék, akkor nem rakhatnék ki legót, pedig ott dolgozom. Nem már! Ott dolgozol? Hol? Itt? Nyíregyen? Égis. Német RTL-e meg a SAT 1-en volt, jaja. Ó, bazd meg. Na ebből hozzak ki valamit. Nem, itt... Hello! Szevasz! Pacsi! Figyelj már, mit építenek Aegis? A... Bazd meg a Scorpio G. Mit bővítenek a nyíregyházi legónál? Szia, Apcika, hello, hello, szia, Fester, sziasztok, üdv mindenkinek. Halihó. Üdv. Várjatok. Kibaszott a játék. Na, neked is van ez? Tök kivágott jó, a játék. Nekem kézzel évekig nem volt semmi. Apcika, pacsi! Mert az tudom, hogy... időben köszi. Ugyanúgy kidobál a játék. Ilyen még nem volt, applikációs hibát írt ki. Az applikációs hibát írt ki. Nem, még van szabad helyem. Nem tudom, mi volt. Valaki megpróbált feltörni? Ez érdekes. Megvan a hitelesítés. Azt tudod, hogy hitelesítőnek is be tudnak lépni játékba? Nekem ugyanez volt. Vízi 55-en játszottam. Overlordon kifagyott a szerver, pedig a netem az teljesen jó volt. Kinulláztam. Amúgy meg tényleg ezzel nagyon nem szabad foglalkozni azzal, hogy most kinél vált sikeresség, kinél vált nem, kinek az ötlete volt, ki nem.
nem az számít, hogy te mit találtál ki, hanem az számít, hogy ki tudja megvalósítani, és ki tudja sikeressé vinni ezt az egészet, ahogy Peretti is írta, a könyveket is könyvekből írják, meg hozzá kell tenni a saját dolgaidat. Neked a Majdnem... devijelesek ugyanez, elkezdték a podcastelést, Ah. senki nem csinálta előttük szinte. Micsodát? Nyilván ők is, a podcastelést. Ja. Úgy nyilván vannak itt a magyar podcastek, rádió, stb. De ilyen streamerek nem csináltak. Azóta rengeteget csinálják. Rengetegen, és nem aztán lemásolták, mert nyilván gondolom a devijelék is akár külföldről nézték, hogy mekkorát megy, és mindent, átcsaptak. Mindent külföldről néztek. Van saját de... ötleteik, de mindig külföldről néznek. De valahogy mégis ők voltak az első, akik megmerték csinálni. És utána... Hát jó, de hány évük? Nekik, majd hány akkor évük? Csináljuk mi de is. Hány évük van már benne? Hát nem tudom, sok éve, azt hiszem 5 vagy 7 éve van a Twitch-en, a YouTube-on, nem tudom, hát több mint 10 éve. Nazdanit te szoktad követni? Kicsodát? Nazd Dániel. Ja, én azt nem bírom. Tudom ki az elején, nem bírom azt az embert. Én bírom. Én bírom azt az embert. Látom, tudod, hogy miért? Tudod, hogy miért szeretem? Mert kimegy a szaros csirke udvarra és csinál ott egy videót, érted? Tehát nem a megrendezett körülmények között, a szépbe, a jóba, a gyönyörűen IKEA-ból, katalógusából összeszedett lakásból csinálja a videókat, hanem kimegy a szaros csirkeudvarra és megcsinálja a videóját. Lesz, amilyen okay. Lesz. Én ezt, na látod, ez például tetszik neked, és ez egy tök jó dolog, mert minden ember más. Én ha meg ránézek egy ilyen videóra, akkor egyből tekerek tovább. Tehát kinek mi az ingere, kinek mi tetszik. Nekem ugye ez ránézek egy pár másik streamerre, aki 160p-be streamer, azt nem tudom nézni, mert nem tudom, kifolyik a szemem. Szia Jonathan, hello, hello. Jó, akkor nem jó, fog egy olyan streamert nézni, olyan streamert fog nézni, aki legalább olyan minőségű streamer, mint a nem tudom, Full HD. Ennyi. De és nem úgy, hogy 20 FPS-e van, hanem legalább 60. És tudom, nem lehet mindenkinek félmilliós gépe, nem lehet mindenkinek egymilliós gépe, nem lehet mindenkinek nagyon über jó netje, de nekem az igényesség az mind streamben, ha nézek valakit legyen, videóban ugyanez. Nyilván megértem, aki a másik oldalt választja, meg azzal tudnak azonosulni, ez a semmi gond nincs. Te például bírod ezt a csávot, én meg nem. Nem mondok rá semmi rosszat, nem nézem a videóit ennyi. Ugye, igazából... igazából ezzel én is egyet értek veled, mert én például... Amikor elkezdtem, én úgy voltam vele, hogy ide teszem magam, és lesz, ami lesz. Már amikor elindult ugye mi a fene? Amikor elkezdtek Facebookon nézni, akkor azt mondtam, hogy jó. De én nem kötöttem ahhoz, hogyha már ez lesz valami, akkor majd kapcsolok kamerát valami, hanem oda tettem magam. De előtte meg úgy indultam, hogy ó, majd bohóckodok én, érted? Tehát nem mindig tudsz rögtön minőségekhez. Annyi viszont, hogyha már látod azt, hogy valaki néz, akkor tényleg oda kell tenni magad. Abban teljes mértékben egyet értek. Tehát akkor oda kell tenni és csinálni kell. Meg ez is. De... Tudom, hogy még nagyon pici streamereskedek, mert van 400 követőm, fú, szinte semmit a magyar viszonylatban. Stb. Örök, hogyha néznek 3-an, örök, ha néznek 10-en, stb. Nem szoktam nézni, ezt például Bazo mondta, hogy nála ki van kapcsolva, nem látja, hogy mikor mennyi nézik, mert ő ugyanúgy streamel 3 embernek, meg ugyanúgy streamel 300 embernek, ami tök jó dolog, és ezt én is próbálom így vallani. Ezt elbasztam. Csak jól néz ki, hogyha nem tudom, 10-15-en néznek, és az az érdekes, hogy én azt hittem, meg azt akartam, az az egész tervre még annó sok-sok éve vezet, hogy azért nézzenek, mert jól játszok. Szoktam poénkodni, és attól, hogy nem sokat, nem vagyok annyira vicces, most nem fog neveket, hogy más streamer sajnos, vagy nem sajnos. De nem tudok a poénkodásommal kitűnni, mert nálam sokkal viccesebbek vannak. Oké, akkor tűnjek ki játékon. Nálam sokkal jobb magyar játékosok vannak, akiket elismerek. Nincs ezzel gond. De elővettem a kamerát, és konkrétan megduplázódott a nézőszám. Pedig a legolcsóbb iskolás kamera, ami kellett ugye az otthoni tanuláshoz. Menj már be, Voxter, köszönöm szépen a követés, ütköztünk, érezd jól magad, Halihó. Ne szívass már játék, kérlek.
köszi. Tehát legalább... akkor miért néznek engem a játékosok? Azért, ahogy játszok, vagy ahogy kinézek? Mert amúgy aláírom, mert én is jobban szeretem, hogyha valakihez lehet társítani egy képet, egy arcot, érted? Van egy jó lövés, akkor felugrik a székből, ki amúrekkelik, akkor lehajt a reakciókat. A reakciókat látod, a reakciókat. Azt megértem, az tök jó dolog, de amit mondtam, szerintem nem ennek kell lenni az elsőnek. Például múltkor volt... De ennek kell az elsőnek lenni, azonosulni kell tudni a másikkal. Marsról nyugodtan beszéltünk, remélem nem fog megsértődni, meg semmi. De hogy neki is volt múltkor egy olyan stream, hogy nem kapcsolt kamerát. És ez látszott az egész chat falon, hogy hol a kamera, mi történt a kamerával, miért nincs kamera. Azt, hogy hogy van, hogy érzi magát, hogy megy a játék, úgy bocsánat, senki le se szarta, hol a kamera. Nyilván, hogyha kamerák az embereknek, akkor kamerát fog kapcsolni a streamer, aki benne akar maradni a metálba. De játék streamerésnél szerintem nem az elsőnek kéne lenni a kamerának. De. De nem, vagy, nem vagy véletlenül nagyon teljesítményorientált? Mert? Már nekem olyan érzésem, hogy te nagyon teljesítményorientált vagy. Hát most nem tudom, most jól foglalkozni vagy nem, de van, amiben belekezdek, azt abba szeretnék majdnem mindig a legjobb lenni. Azt én értem. Ott a telefonos játék, azt szerintem seftek kellett megcsinálni, elkezdtem csak poénból. Bazd meg. Csak a tutorialt kellett volna megcsinálni. Elkezdtem el játszani, úristen, tetszik a játék, na akkor legyünk a legjobbak. Akkor kezdjük el ott is szépen nyerni a meccseket, akkor hogy kell pozícionálni, hogy kell lőni, akkor kezdjük el fejleszteni a robotot, akkor stb. Ami játékidő. És ott is, hogyha már valaki jobb volt, vagy könnyebben mögött, mint én, akkor már nem tetszett. Akkor még fejlődni, gyerünk. Akkor még játszani. De, mindenbe. Akármicsoda. Gokárdozásba ugye... is nyilván előszeretek menni, tehát gyorsabbnak kell lennem, mint a mögöttem lévőnek. Minden. Telefonos játék, számítógépes játék, futóverseny, foci, kerékpározás. Nyilván saját határokon belül. Mert én is kerékpározok, hobbi szinten, összekerülök egy versenyzővel, bárhol, bármikor ott hagyna. De nincs esélyem ellene. De ugye tudod, hogy a streamelés az a szórakoztatásról és az oktatásról szól. Igen. Kurvára nem a teljesítményről. Hát tudom. Azért rohadtul is én már letettem, mondom. Tehát én hogyha meg is kérdezik, hogy milyen játékos, vagy elmondom, hogy relatív jó, kompetitív játékos akár, de én azzal nem fog kitűnni, mert jól játszok. Mert annyira nem játszok jól, mint akár egy Sylvester, egy fegyver, egy akárkicsoda. Nem játszok annyira jól, mint ők. Ez így van. Sajnos nem tudok annyira jól játszok. Jó, csak ők akkor nem játszanak, amikor nem megy nekik. Ők is csak akkor játszanak, amikor jól megy. Érted? Szép nálam a kép. Úgy gondolom, hogy szép, akkor nézd neked. Van már webkamera, akkor akinek tetszik, aki az néz. Jó játszok, valamilyen szinten jó játszok. Nem vannak jobb játékosok? Igen. Nem vannak rosszabb játékosok? Sokkal jó. És próbálom meg, ezt mondta és meg Kormával is beszéltük, hogy meg veled is, hogy nem szabad elmondani az embereket rossz játékosnak, mert nem fog nézni, unszimpatikus leszel, stb. Nyilván. És benne is vagyok, nem tudom mennyire lehet reklámozni, például a Vanjog-féle mentor programos dologba, én több embernek segítettem már, és a többi, ez egy jó pufa dolog, és nem kapunk érte semmi pénzt, semmi utatást, semmit. Mi az alag? Kedvük az emberek felülni, jönnek, néznek, kérdeznek, ha nem, nem. Ott például azért is nem szeretem például a saját streamemet, mert többször kérdeztem, hogy jó, akkor mit csináljunk, Gunmark, hogy tryhardoljunk, szórakozzunk, stb. Próbálnék van visszacsatást kapni a chatről, de nem nagyon írnak. Pedig látom, hogy van 20 néző, de passzív nézők, nem írnak, néznek. Várj, nekem mit szoktak mondani? Damaszkin, csináld azt, amit szeretné, és hogyha akarunk, akkor csatlakozunk hozzá. Lőzenem. Várjál, én ezt inkább felolvasom, most leszorom a csatát. Szóval, én kedvelem nagyon Mátét, de üzenem, hogy legyen hasznos kis vonott társadalmilag fontos dolgok... Na várjál, hogy legyen hasznos kis vonott társadalmilag...
társadalmilag fontos dolgokban, és ne egy szaros játékban. A magas intelligenciáját, mert szerintem az van neki, jobb dolgokra is használhatja. A játékot megkezelje úgy, mint egy játék. Egy. Kettő. Jó, hogy mondtad ezt a vancsókos dolgot. Ez az oktatással. Egy. Ha valaki tanulni akar, akkor azt megtalálja azt a közeget. Kettő. Meg... én nem biztos, hogy mennék egy olyanhoz tanulni, akinél azt látom, hogy közben megszidja a többit. Mert ha... nagyon egyszerű példa. Ha van egy szar meccsed, akkor nyugodtan mondhatod azt, hogy az béna volt, ez hülye volt, meg stb. Vagy van egy szar meccsed, és akkor azt is mondhatod, hogy nézzétek, na itt emiatt, itt emiatt, itt meg emiatt történt ez a kudarc. És nem úgy, hogy azért, mert az hülye volt, hanem ha ő ezt csinálta volna, ha ő azt csinálta volna, érted? Akkor sokkal más és oktató jellegűbb lett volna hát az egész. Próbálom így is csinálni. Vagy megmagyarázni, hogy ha én csináltam majd rosszul, akkor miért csináltam, hogy csináltam, stb. A más játékos ugyanezt csak... tehát amikor picit ilyen helyzetelemzést kell csinálni. Igen, ezzel egyet is értek tök jó. Meg csak tudod, amikor meghalsz, és így átkattint azt a másik játékos, hogy ő mit csinál, mondom. Nem kell fikázni a másikat, nem tudod milyen internete van, nem tudod milyen közébe játszik otthon, nem tudod, hogy miért játszik, lehet, hogy sérült, bármi baj lehet, nem kell lenézni, meg nem negatívan gondolni róla, csak tényleg, amikor fogalma sincs, hogy most ő menjen előre, ne menjen, forgatja, vagy meg sem mozda semmi, az egyszerűen kiakasztó tud lenni, szerintem. Mert arra például nem tudsz mit, hogy mit csinál rosszul. Azt elkezdte a játékot. De most ez nagyon negatív volt, de igen, amit mondtál, igen, ki kell elemezni. Ha te rontod el, miért mentél oda, mi volt a terved, miért rontottad el, miért haltál meg, mit csinált az ellenfél, te mit csináltál jól, ők mit csináltak jól, ez tökre el kell mondani, ez így tök jó. Csak van egy-két játékos, ránézel, és nem fogod fel, hogy mi történik. És így nekem van egy-két játékos, hogy nem fér a fejembe, pedig annyira nem bonyolult játék, hogy mi volt az elképzelése. Egyre jobban az jön le nekem, és most ez nem bántásnak akarom mondani, neked egyéni sportot kell űznöd. Neked meg egyéni játékot kell játszanod. Tehát magyarul úgy értem, hogy neked az lenne a jó, hogyha 1v29 lenne. Igen. Eskü. Ezt én is... Eskü. Ahogy így érzem. Ne haragudj, de te minden, te még a csapattársaiddal is segyezni akarsz, és az nem jó. Nem jó. Alkalmazkodni kell, Máté. Alkalmazkodni kell. Nézd meg, egyre jó, de szorabb. De most gondolj be, ez tökéletem az, alkalmazkodni kell, megértem, meg megfogadni. De Dama, ha te játszol 10 csatát akármilyen tankkal, tegyük fel Type 59-et, mert most azzal játszok a legtöbbet. Játszol 10 csatát. Mind a 10 meccsbe, jó vagyok nem mind a 10, de átlagba kilősz 4000 átlagsebzést a tankkal. Használsz pótkaját, sima felszereléseket, kis felszereléseket, lila cuccokat, mindent, tök mindegy. De játsz a 10 csatát, 4000 átlagsebzésed van. És utána a másik nap, ugyanazzal a tankkal, ugyanazzal a felszereléssel megcsinálod, és lősz 1500-at, akkor te azt mondod, hogy jó, elfogadom. Az egy másik nap. Lehetne, hogy jobb. Az egy másik nap. Igen, az oké, nyilván, ezt, meg ezt meg is értem, hogy nem lehetsz mindig a legjobb, mert a másnak kérdez a játék, nem vagy annyira odafigyelve, el vagy fáradva, stb. De a 4000 és az 1500 között túl sok a különbség. Nem. Egyáltalán nem. Egyáltalán nem. Hát egyáltalán nem. Egyáltalán nem. Az a helyzet. Mert hogyha már volt egy példa, képes vagyok erre, akkor közel hasonlóan szeretnék játszani. Tudom, hogy vannak kiugróan jó meccsek, napok. Tudom, hogy vannak kiugróan rossz meccsek, napok. De miért? Mégis átlagban ott kell lenned, gondolom, a jobbik felé. Nem. Nem, mert ez szórás.
Mert ez szórás. Ó, légy szíves, Type 59. Type 59, léci, léci. Léci, köszi. Léci, úgyhogy. Na látod? A Type 59 állhatna úgyis, most ugye később látom Steel-t, mint ahogy ugye hallom beszélni. Állhatna úgyis, hogy ketten elférhettek. És megint visszakanyarodtunk oda, hogy ez egy olyan csapatjáték, ami nem csapatjáték. Mert ő akarja magának a többsebzést, ő kreditet akar farmolni, legénységet, küldetést, bármit akar csinálni. Ő lesz arra, hogy te tudsz lőni, vagy nem tudsz lőni. Ha kell, egész meccsen blokkol. És ezt nagyon nem kéne. Jó, de ilyen alapon ő volt itt hamarabb, én megmondhattam volna, hogy választok egy másik pozíció. De tudom azt, hogy nekem is ugyanez a pozíció kell. Ugyanez volt, itt volt egy meccs, játszottam 60 tép előtte, 4000. Ilyes 3 át akar jönni? Gyere már, lett egy szíves ilyesen. Volt egy shiftének, nem ügyesen játszott, 5000-et lőtt. Annyira nem játszott csapatba, hogy amit már beszéltünk ma. Hogyha csapatba játszott volna, akkor segít nekem, akkor kilövünk két tankot, és akkor ketten tudjuk nyerni a meccset. Nem, ő inkább lőtt magának. És ezt a részét is megérte nyilván, hogyha rámész egy gammárka, stb. Tökönzőnek kell lenned, de nekem ez mindig csapatjáték fog maradni. A random sajnos nem csapatjáték, akárhogy is veszünk. A baj, hogy az IS-3 nem jön. Nekem meg lövés kellene bevállalni, amíg nem biztos, hogy megéri. Ah, úgy látszik, megérte. Így már nem. Így már nem érte meg. Akárhogy is vesszük. Van arti? Van egy. Van egy arti. Jajjaj! Hát igen, itt azért írják a csetten is, hogy a Kronket sem csapatcsata, ja, vagy Mikola. Csapatjáték. Hello. Az is egyéni játék. Ezzel is egyet értek, mert hogyha te Kránnal lősz 3000-et, 0 kill-el kapsz egy stráfot, vagy még lopsz pedig 2 kill-t, akár úgy, hogy beállsz a csapattársad elé, vagy lögtösöd, akkor inkább a kis stráfra mész el, mert a ranketnél szerintem elég sokat számít. Azért nem mindegy szerintem ranketen, hogy 90, meg 80-70 csata alatt viszed végig az egészet, jó százalékkal, vagy játszol 500 csatát, és csak úgy a szerencséd miatt haladsz valamit fölfelé. Hát de az most szerencse is kell a rankethez is. Nem azt mondom, hogy nem, persze, hogy kell, csak én is csináltam olyat. Nagyon undorító dolog, nem vagyok rá büszke, de volt egy beálltam az ellenfélre, mert én akartam kilőni, és hogy ne a csapat. És ez nagyon undorító és önző dolog, és randomban nem is csinálom, de tényleg, aki annyira rámegy, az fog ilyet csinálni. És ez undorító, úgyhogy mondom, nem vagyok magam büszke ebből. Hát, gondolkodom, hogy ebből mit tudok kihozni. Az engem ilyen. Na jaj, ez így nem jó. Na úgyhogy... Na, kipalaszkodtam magam. Nyugodtam. Nem is akarom itt rontani az én levegőt, úgyhogy így a játékra játszom. Egyáltalán nem rontod. Én amúgy is nem sokára megyek Damaszkináért. Ugye igazából ez is egy álláspont, és ez is egy...
Na bazd meg, az a 324 rohadtó kellett. Eddig bazd meg nem tudtál eltalálni, esküszöm. Ah, nem már. Igen, ebből amúgy igaza van Nikolának, hogy nyertek, akkor gyengébb játékos is kap. És pont volt egy ilyen rankest, vagy nem volt rankest, én csak beszéltem streamben róla. Mindegy. Szóval, hogy nyilván rankedben te jól akarsz játszani, miért akarsz jól játszani, mert szeretnél haladni. A ranked az egy kényszerkörnyezet. Kell a jutalom, kellnek a stráfok, tehát muszáj teljesítened valami szinten. És így megint senki ne vegye magára, nem azért, hogy bárkit is fikázzak, csak vannak azok a játékosok, akik megnyerik a meccset, és emiatt ugye csapat is nyer, és ezért ugye kapnak stráfot az emberek, mert éppen csináltak annyit, hogy kilőttek egy tárat, oda mentek, pattintottak, volt kijük, valami, és kap stráfot, és így haladnak fölfelé. Csak pont a végén van azt szerintem legjobban az egész rankednek, hogy oké, hogy te feljutsz oda az utolsó divízióba, ott már ott vagy, már nem kell sok, hogy végvidd, és nagyon sokan elvéreznek ott. Mert nem azt mondom, nem érdemlik meg, hogy eljutnak oda, mert nyilván, de. Csak ők nagyon vért izzadnak a végén, hogyha kapnak egy loose szériát, nagyon sokat veszítenek stráfot, ha nem nyerik meg a meccset, és nem ők szokták megnyerni a meccset. Hmm. És nekik nagyon nehéz szerintem a ranked. Na. És nagyon sok embernek, Ajuxinnak, Kajzónak, mindenkinek van videója, meg magyar hasonlatban is van videó, hogy hogyan kell rankedezni, akár egy elitnek. És a legtöbb szinte ugyanazt mondja. Önzőnek kell lenni, jól reagálni, és kimaxolni te körödet. Hát jó. Na, viszont hölgyeim és uraim, én köszönöm így az első etapra a megtisztelő figyelmet. De igazából ez egy érdekes adás lett, mégpedig egy játékos lelkiállapotáról hallhattatok betekintést, mert igazából ez semmi más, mint az, hogy egy játékosnak a lelkiállapota, aki talán azért nem fogja olyan szinten élvezni, meg folytatni a játékot, mert nem találja meg azt, amit ő szeretne, ugye a rajta kívül álló okok miatt, mert ugye van egy rész, amit tud befolyásolni, viszont van egy rész, amit nem. És ugye ez tud egy olyat. Ez akár egy ilyen példa is lehet arra, hogy mi az, amikor úgymond a teljesítményorientáltság megöli a szórakozást. Nem? Ezt nagyjából jól körbeírtam. De igen. Igyekszem úgy lenni. És szerintem, amit Máté elmondott és felsorolt, az egyáltalán nem megkövezni való dolog. Ugye itt volt arról szó, hogy rosszabbnak ítélt játékosok tönkreteszik a játékélményt, de a másik oldalról meg ő is játszik. Ez az, amit ugye nem tudsz befolyásolni, mert egy olyan környezetben kell neked teljesítményorientáltnak lenni, vagy teljesítményorientáltan játszani, amiben mások, tegyük fel meg éppenséggel, hogy mondani szoktam, a pipacsok hajladozásában gyönyörűen tudnak gyönyörködni, és ez neki körömet okoz. Úgyhogy, szerintem ez egy tökéletes betekintés volt arra, hogy milyen lelkiállapotot tud okozni ez a játék. Hisz azért már nagyon sok olyan beszélgetés volt a játékkal kapcsolatban, hogy mitől szar, de mégis játsszuk. Mitől lehet valaki jó játékos. Érted, mert azért volt sok ilyen beszélgetés is. De általában a sötét oldalról nem beszél senki, arról nem szeretnek az emberek beszélni, mert jaj, most mi van? Pedig az is van. Tehát lehet egy jó játékosnak rossz napja, egy rossz játékosnak jó napja. Na akkor van a legnagyobb szívás, amikor ez össze is találkozik a random csatába, igaz? És úgymond a rosszabbnak értékelt játékos elpicsázza a jobbnak értékelt játékos. De ez is megint egy bizonyítási alap, hogy mi számít jónak és mi számít rosszabbnak. Na de Máté, neked azt javaslom, hogy remélem sikerül. Lépjél be nyugodtan GM-ezni Mars, igen. Én azt javaslom neked, hogy találd meg azokat a játékokat, amelyekben sikerélményed van. Játsz velük egy kicsit, és utána gyere visszavotozni, ne add fel. Igen, lehet, hogy kicsit ki kell pihenni így az egészet, és igen, majd újra. Ha van egy kis javaslatom,
néha, néha legyél bohóc. Nem fáj. Nem fog fájni. Érted? Legyél néha bohóc. Próbálj ki valamit itt a játékon belül is, ami bohócságot ad. Rendben. Jó? Úgyhogy mindenkinek további jó streamnézést és jó szórakozást kívánok, aki nem tart velem, aki pedig úgy gondolja, hogy az est folyamát még szeretné velem tölteni egy kicsit, annak van egy jó hírem, nagyjából egy óra múlva jövök vissza. Elmegyek most Damaszkináért, hazahozom, hogy tudjon pihenni, utána jövök vissza, és nagyjából ilyen 11-ig, fél 11-ig még votozunk tovább. Jó? Én megköszönöm a lelki fröccsöt mindenkinek, akár cseten, akár egy Dama személyében. Igazán nincs mit, én lófturót nem tettem, csak jártattam a számot össze-vissza, úgyhogy örültem nektek, köszöntem szépen, sziasztok addig is!